Nagyon izgalmas hónap áll mögöttem, és mivel nem sikerült minden egyes nap teljesítenem a kihívást, ezért nekem egy picit hosszabbra is nyúlt, mint 30 nap, de abszolút megérte. Egyrészt ez az egész nagyon sokat formált rajta. Árnyalta azt, ahogy közlekedem az utcán, vagy észreveszek helyzeteket, vagy észreveszem az embert egy-egy munka, vagy pozíció, vagy feladat mögött. Olyan sok derűs és olyan sok bölcsemberrel találkoztam az elmúlt egy hónapban, hogy ez rádöbbentett, hogy a magyarok akkor ezek szerint mégsem annyira pesszimisták, mint én azt korábban gondoltam. A másik oldal az egésznek, ugye erről a kihívásról mindig posztoltam is, és olyan sok fantasztikus visszajelzést kaptam, amit ezúton is köszönök, hogy ez megerősítette bennem, hogy mennyire igénye van az embereknek a pozitív tartalmakra és az emberi történetekre, még akkor is, ha ezek teljesen hétköznapiak. Úgyhogy nekem nagyon-nagyon tanulságos volt ez a 30 napos kihívás, nagyon örülök, hogy részt vettem benne, és szerintem a többi nagykövettel együtt azért nagyon sok embert inspiráltunk is. Úgyhogy én valamilyen formában ezt valószínűleg folytatni fogom, még akkor is, hogyha nem kell erről nap mint nap posztolnom, de ahogy a Facebook oldalamon látom, erre is lenne igény, úgyhogy lehet, hogy valamilyen formában még ezt is folytatni fogom.